Sziasztok! A mai adásban szó lesz elektromos modellekről, autólopásról, rekorddöntögetésről, illetve a DTM utolsó futamáról is, úgyhogy semmiképpen sem maradjatok le, vágjunk is bele! A DTM-en debütál a BMW M4 egyik újabb különkiadása. 2019. szeptember 13 és 15-e között rendezik meg a legnagyobb európai túraautó bajnokság utolsó futamát. Ebben az időszakban nem csupán a DTM versenyautók díszelgésére lehetsz figyelmes a Nürburgringen, hanem a BMW M részlege is elviszi bemutatni legújabb különkiadását. A 450 lóerős soros 6 hengeres benzinmotorral szerelt M-Heritage modelleket 2019. november, illetve 2020. áprilisa között lehet majd megrendelni, és a gyártó várhatóan limitált darabszámban fogja készíteni ezeket az M4 típusokat, 750 darabot terveznek készíteni. Ezek a BMW M4 típusok egyébként különféle egyedi színvariációkban lesznek megrendelhetők, illetve elérhetők, és a küszöbön lesznek sorszámok, amelyek azt mutatják, hogy a 750 darabból éppen hanyadikhoz van szerencséd. Több egyére is bebizonyosodik, hogy nem semmi gép a Volkswagen ID.R. A 2018-as Pikes Peak hegymászó versenyen debütált autó ismételten rekordot döntött. A tavalyi évben mindenkit, szó szerint egytől egyig mindenkit lenyűgözött az IDR eszméletlen teljesítményével, ugyanis a Pikes Peak-en a 4300 méteres magasságra a 8 perces belüli álomhatáron sikerült felérnie. Eredetileg egyébként egy korábbi rekorddöntőnek az 8 perc 57 másodperc 118 ezred másodperces rekordjának a megdöntése volt a cél, hát mondhatni ezt az IDR jócskán felül, és úgymond még is alulmúlta ezt az időt. Miután az IDR a Pikes Peak-en minden idők leggyorsabb autójának avanzsálta magát, ideje volt új kihívás után nézelődni, így célba vette a Nürburgring Nordschleife-ét. Az autó végül 6 perc, 5 másodperc, 336 ezred másodperc alatt ért körbe sikeresen a pályán, és ezzel egyben a leggyorsabb elektromos autó is lett ott helyben. Idejénél azonban egy hibrid Porsche versenyautó korábban jobban teljesített, ugyanis 5 perc, 19 másodperc, 546 ezred másodperc alatt sikerült teljesítenie a pályát. Kiderült, hogy fele-fele arányban lopkodták eddig 2019 első felében hazánkban az autókat. Korábban még nem volt példa arra, hogy 50-50 arányban oszlottak volna meg a statisztikák, sőt Budapest neve mellett általában ilyen 80-90%-ban történtek autólopások, míg vidéken ugye ez visszaszorult 10-20%-ra. Idén azonban nagyon úgy fest, hogy a tolvajok vidék felé orientálódnak, viszont hogyha nem csak a személyautókat, hanem más gépjárműveket is, például motorokat vagy teherautókat is figyelembe veszünk, akkor pedig már egyértelműen vidék javára billen a mérleg, és így Budapest lesz úgymond hátrányban az autólopásokat illetően. A tolvajoknak idén az Opel a kedvencük, ugyanis ez áll a lista élén, azt követi a Suzuki, és a harmadik helyre pedig a Fordnak sikerült bekúsznia. 2020-ra frissül a Renault kompaktja. A 2020-as modellévre szólóan, vonatkozóan a Renault frissíti a Megant, illetve annak izmosabb változatát, a Megane RS-t is. Ránézve a kémfutókra, az első gondolat, ami eszembe jutott, az az volt, hogy hát bizony ezek a franciák nem vitték ezúttal túlzásba a ráncfelvarrást, úgymond, hiszen csak apróbb változtatásokat lehet észrevenni a Megánon, illetve a Megane RS-en is. Valószínűleg egyébként a franciák úgy voltak vele, hogy a 2016-ban megjelent harmadik generáció éppen elegendő sikernek örvendett, így csupán apróbb, cseprőbb változtatásokat kell véghez vinni, hogy ugyanúgy kapkodjanak a modell után. Ami viszont érdekesség, hogy a sima mezei Megane egy 1 literes, valamint egy 1.3-as újfajta turbós benzinmotort kap, valamint az eddig még sosem látott plug-in hibrid verziók is elérhetők lesznek. A frissített, ráncfelvarrott Megane és Megane RS modellek bemutatására várhatóan az idei frankfurti autószalonon kerül majd sor. És ha már hírműsorunk végéhez értünk, akkor természetesen annak ellenére is, hogy vége van a nyárnak, még vannak programok, van mit csinálni hétvégén, cseppet se aggódjatok. Például az Agárdi Szabad Strandon megrendezésre kerül a Street Crew Meet találkozó szeptember 7-én.
Szeptember 6-án kerül megrendezésre a Hungaroringen a Blancpain túraautós bajnokság, szeptember 7-én pedig az első körös toroki tuning találkozón vehettek részt, nem máshol, mint a csongrádi körös toroknál. Ez volt mai hírműsorunk, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ne feledjétek, hogy van ám Facebook oldalunk, Instagram oldalunk, valamint YouTube csatornánk is, amiért nagyon hálásak vagyunk, hogyha oda feliratkoztok, illetve lájkoljátok ezeket. Még egyszer köszönöm, hogy benéztetek, legközelebbi videóban találkozunk. Sziasztok!